Halliho! Sziasztok! Ismét én, és üdvözlök mindenkit, hiszen egy újabb élőadással jelentkezünk a Marketing nem ördögtől való Facebook Live sorozatunkban. Remélem, hogy hallotok, jól láttok engem. Kérek visszajelzésként egy pici megerősítést, hogy jól látni, jól hallani-e, csak hogy biztos, ami biztos, minden rendben van a mai adással. Ahogy látom, már egész sokan elkezdtetek becsatlakozni. Üdvözlök mindenkit ismételten ebben a kis jubileumi, hiszen ez már a tizedik, pontosan a tizedik élő uh, kérdez felelek és tanító Facebook live-unk, amivel készültünk itt a Marketing nem ördögtől való sorozatunkban. Ugye, amit megszokhattatok, Attillával vagy jó magammal szoktunk keddenként 15 órakor Elkezdeni és tanítani. Ugye ma is nagyon-nagyon izgalmas témákkal készültünk, három nagyon izgalmas kérdéssel, szóval mindenképpen várom a visszajelzéseteket, és hogy jól látni, jól hallani engem. Remélem minden rendben van itt a mai kis programmal. Látom, az első emberek be is csatlakoztak. Na de, ugye, ahogy mondtam nektek, ez már a tizedik a jubileumi adás, amivel ma készültünk, és program, amivel készültünk. Emellett pedig számtalan olyan kérdés merült fel, amit még az elmúlt időszakban tőletek kaptunk, egy nagyon összetett piackutatást csináltunk itt igazából, magában az elmúlt négy hónapban, még valamikor nyár elején csináltuk ezt a piackutatást, a rengeteg olyan kérdésre, kaptunk tőletek választ, ami igazából mik is igazából a legnagyobb kisvállalkozói marketinges kihívásaitok, elakadásaitok, amiben tudunk nektek segíteni. Ismételten, aki még esetleg nem ismerne, én Borbéi Bence vagyok, a Pongor Publishing Kft-nek a marketing vezetője, és ma ismételten én jelentkezek nagyon izgalmas tanításokkal. <coughs> én javaslom nektek, hogyha bármikor kérdésetek merül fel, akkor azt mindenképpen írjátok meg itt nekem kommentbe, jó? Itt az élőadás folyamán, mert tényleg, amik jönnek itt kérdések, azokat nagyon-nagyon szívesen segítek nektek itt a megoldásban, ami tényleg felmerül azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudtok akár hatékonyabban bevőt szerezni, vagy akár tényleg hogyan tudtok még jobban a marketingetekben eredményt elérni, hiszen tényleg azt szeretnénk bemutatni ezzel az élősorozattal, amit már én a tizedik alkalommal csinálunk, hogy a marketing nem ördögtől való, és nekünk is vállalkozóknak is könnyen gyakorlatba ültethetőek az elemei, egy megfelelő stratégiával, hogy utána aztán legjobb taktikai elemeket tudjuk bevetni. Szóval látom, már jó páran csatlakoztak, itt van Zoli is velünk, szia Zoli, üdvözlünk téged is, és egyre többen vagyunk. Ugye miért is hoztuk létre magát ezt a marketing nem ördögtől való sorozatot? A legfőbb célunk az, hogy gyakorlatilag tényleg a 0% mellé és a 100%-os megvalósításra legyen a hangsúly. Azaz nem csak dumálni akarunk, és régbőn kapott mondjuk tippeket, trükköket akarunk igazából bemutatni nektek, amik lehet, hogy működnek, lehet egy elméleti könyvben megírták, de valós példákat akarunk hozni a kérdéseitek alapján, amik gyakorlatilag működnek és letesztelődtek a kisvállalkozói marketingben, vagy akár mi is leteszteltük, hiszen tényleg olyan dolgokat tanítunk csak, amiket gyakorlatilag mi is megvalósítottunk, vagy ez adunk nektek ötletet, mintákat, hogy hogyan tudjátok a gyakorlatba átültetni. Legyen szó akár hatékonyabb bevőszerzésről. Legyen szó akár stabilabb vállalkozói bevételekről vagy növekvő profitról. Vagy akár tényleg hogyan tudsz ebből kialakítani egy működő rendszert, hogy az valóban téged szolgáljon. Konkrétan miket tegyél ezekhez és milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a lehető legtöbbet tud kihozni a vevőszerzésedből, az érdeklődő szerzésedből, vagy akár hogyan tudod őket az érdeklődőkből vásárlókkal kommentálni, és így tovább, ezen a vonalon megyünk tovább, és ebben segítünk nektek. Ugye a fő cél mellette, hogy tényleg az a rengeteg sok-sok információ, amit kaptok nap, mint nap, akár vállalkozóként, akár e keresztül, akár más tanítási formán keresztül, videón keresztül, tippeket, trükköket, gyakorlatokat, amiket bemutatnak nektek, de azokból hogyan tudjátok kiszűrni a lényeget, és mik lehetnek azok a legjobbak, amiket ti is aztán könnyedén gyakorlatba tudtok ültetni a vállalkozásokban, ezáltal nagyobb eredményt elérni. Szóval ezzel ma is három izgalmas téma és kérdés. Mielőtt azonban belevágunk, szeretném felhívni a figyelmeteket, és majd itt megosztják a kollégáim, itt majd a leírásban, hogy hol is tudtok regisztrálni. Egy nagyon fontos eseményre, ami pedig szeptember 23-án, azaz hétfőn 10 órakor lesz, ahol Attila fog tartani majd egy olyan webinárt, ami arról fog szólni, hogy hogyan lép ki a folyamatos árversenyből, és segít nektek megmutatni azt, hogy milyen olyan stratégiákat tudtok alkalmazni, és most szigorúan tényleg stratégiákról lesz szó, amiket gyakorlatilag könnyedén át tudjátok ültetni azokat a igazából áremelési szempontokat és rendszereket, amivel aztán sokkal nagyobb profitot tudtok termelni a bizniszetekben. Milyen lépések vannak ehhez? Hogyan tudjátok ezt gyakorlatba ültetni? Vagy például mit szükséges ahhoz tenni, Hogyha valakinek, már például vannak meglévő vevői, nála hogy tud árat emelni? Hogyan küzd le? Hogyan győz le a félelmeidet gyakorlatilag? Hogyan tudsz mondjuk tényleg egy olyan áremelési stratégiát kialakítani? Kihúzod magad az árversenyből, és tényleg megkülönböztetett leszel a piacon, és nem csak ár alapján fognak összehasonlítani téged, mert ez lesz egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hogyan tudod ezt elérni te is a vállalkozásodban. Na ebben fog gyakorlatilag segíteni majd neked Attila. Ne felejtsétek az időpontot, 2019. szeptember 23-án 10 órakor, itt már be is írták kommentbe egyébként a kollégáim, a pa.huper arazasi kötélyes stratégián. Ha még nem regisztráltatok, érdemes jönni majd, már ha jól tudom, pont előbb beszéltük Peti kollégámmal, már több mint 300-an regisztráltak is a webinára, hogy gyertek mindenképpen! Ez a felvétel utólag nem lesz elérhető, majd csak a későbbiekben tesszük elérhetővé. Tehát érdemes ott lenni élőben és részt venni ezen a tanításon. Na de! Mielőtt belevágunk, igazából a mai kis programunkba és a három kérdésembe, amivel készültetek, itt javaslom nektek, menet közben, mert látom, hogy elkezdtetek csatlakozni, jópán, írjátok meg ide bátran a kérdéseiteket, jó, ami felmerül bennetek menet közben, vagy van most éppen egy olyan aktuális kihívásod, nehézséged, problémát, vagy amit nem mertél megkérdezni az elmúlt időszakban, de jó lenne egy külső szem, egy külső segítség, akkor kérlek írjátok meg itt, és én a végén mindenképpen válaszolni fogok ezekre a kérdésekre, úgyhogy ne felejtsétek el, hiszen ez egy interaktív program, amiről szó van. A marketingednek és az egész szívalapú marketing koncepció, amit mi képviselünk, ez négy pillére épül, és gyakorlatilag ez a pénzcsinálásodnak is a fő négy alappillére, amivel készülni szoktunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindenképpen nézzétek meg, hogy amellett, hogy gyakorlatilag a magukat, azt a szempontot megnézve, hogy hogyan szereztek magatoknak érdeklődőket, ez mindannyiunkat izgatja valamilyen szinten. Mindig ott lebeg a szemünk előtt, hogy hogyan, milyen csatornákon keresztül tudunk új érdeklődőket szerezni a bizniszbe. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy erre fókuszáljunk, de ez csak egy lépés. Ahhoz, hogy a pénzcsinálásod négy alappillére jól működjön, oké, hogy az érdeklődőket bevonzod, de mit szükséges ahhoz tenned, hogy nekik először értékesíteni tudja, az, hogy kiépítsd azt a bizalmi szintet, hogy belőlük az érdeklődőkből vásárlók legyenek. Hogyan tudod őket újravásárlásra ösztönözni? Azaz, mit szükséges neked ahhoz tenned, de gyakorlatilag, ha vásároltak tőled, akkor rögtön újra vásárlásra tud őket motiválni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hiszen itt lesz az ahol a profit fog keletkezni. Itt keletkezik a hosszú távú bevétel, és az elkötelezett kapcsolat gyakorlatilag, amit felét fognak nyújtani. És emellett pedig megcsinálod azt, és fókuszálsz arra, hogy hogyan érd el, hogy örömmel tovább ajánljanak téged, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Hiszen gondolj bele, gondolj csak bele a saját életedbe. Ha valakivel elégedett voltál, valakinek a termékével vagy a szolgáltatásával elégedett voltál, nem ajánlod szívesen őt? Dehogy nem. Örömmel ajánlod őt, de ezt tudod te, mint vállalkozó proaktívan is csinálni. Na ez az a négy alappillér, amire a kérdések, amiket beküldtetek, ezekre fókuszálunk, és ezekben mutatunk nektek, olyan lépéseket, amit gyakorlatba tudtok ültetni, és mi is alkalmazunk, igazából a vállalkozásunkba, és mindig erre a nitteletre fókuszálunk. A szívalapú marketingnek igazából itt van az ereje. Ha megnézitek azokat a marketing megvalósító klubos, vagy marketing gyorsítóságos tanítványainkat, de akár akik a marketing akadémián is részt vettek, csupa olyan dolgokat mutatunk meg nekik, amiket mi is beültettünk a gyakorlatba, persze megtanultuk, leteszteltük, átültettük a gyakorlatba, és megmutatjuk nekik, hogy hogyan tudják azt az ő vállalkozásukra szabni. És ha látjátok az eredményeket, amikor például arról mesélnek nekem, hogy elindítottak egy előfizetéses rendszert, és túlszárnyalták azt az eredményt, amit vártak, vagy egy új terméket hoznak ki a piacra, amiből több lesz a szám, vagy például újravásárlásra tudják ösztönözni egy újravásárlásra ösztönző kampányjal a meglévő vevőiket, akik már rég elfeledték őket, vagy kialakítanak egy olyan win-win-win győzelmi stratégiára épülő továbbajánlási stratégiát, amivel folyamatosan új érdeklődőket generál a bizniszének, na akkor ezek a taktikák garantálnak nektek is, hogy ugyanúgy működni fognak. Legyen szó egy kutyatáplálékokat, vagy kiegészítőket forgalmazó botra, legyen egy rajzoktatást ö, értékesítő online weboldalról, legyen szó egy könyvelő cégről, legyen szó egy napelemet értékesítő cégről, legyen szó egy gyerekjátékokat értékesítő cégről, legyen szó egy SEO tanfolyamot értékesítő cégről, legyen szó egy termelővállalkozásról, egy autószerelő műhelyről, mindenkinél működik. Tudom, hogy sokszor azt szoktuk mondani, hogy sajnos az én esetemben ezek a marketing stratégiák nem működnek. Higgyétek el, hogy igen, hiszen marketing pszichológiára épül, és emberi viselkedésre épül, és ez a lényeg. Az, hogy milyen taktikai elemet alkalmazom majd, az biznisztől függ, de az alapelvek, az alapstratégiák ugyanazok. Ez az, amit segítünk nektek ezekben az élő programokban, és többek között az élő vagy online rendezvényeinken is. Szóval, szerintem, majd várom itt a kérdéseket közben, nyugodtan írjátok, hiszen végig fogjuk majd nézni itt a program alatt. Csapjunk is bele igazából magába az első kérdésünkbe, amit kaptunk tőletek. Az első kérdés, ami érkezett, igazából ez egy nagyon érdekes témáról szól. Ágnes küldte és felolvasom először a kérdést, és aztán megnézzük a választ, és hogy mi az, amit te ebből tudsz tanulni. Szóval, az első kérdés az az volt, ami érkezett, hogy hogyan e, tudnám a szolgáltatásom kiemelni a tömegből, és elkötelezett vevőket szerezni. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és nagyon érdekes kérdés. Biztos vagyok benne, hogy számtalan vállalkozó és vállalkozás, mint amilyen Ágnes is lehet, nehezen tudja elképzelni, hogy egy tucat termékből például hogyan tud kiemelkedni, és hogyan tud elkötelezett vevőket szerezni a vállalkozásába. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, hogy hogyan tudod ezt megtenni. Igazából én amit javasolni szoktam, és ilyenkor amit csinálni szoktunk, hogy ne csak abban gondolkodj, hogy egyrészt a terméked miben speciális, és, vagy a szolgáltatásod miben speciális, és mi az, amiben mondjuk tényleg más, mint a többi, Egyrészt érdemes meghatározni, kiemelni azokat az egyedi jellemzőket, amik csak és kizárólag a te termékedre vagy szolgáltatásodra jellemzőek. Mi az a három dolog, amit ha megkérdezel a meglévő vevőittől, és mondanak rólad a termékedről, szolgáltatásoddal vagy a vállalkozásoddal kapcsolatban, amiben részük volt, akkor mit mesélnének róla? Milyen szavakkal, milyen érzésekkel írnák le? És ezt megkérdezheted tőlük egy kutatásból, hogy akik vásároltak, hogyan jellemeznék azt a terméket, szolgáltatást egy idő után. Akár felhívhatod őket telefonon, és rákérdezhetsz erre a dologra. A lényeg az, hogy mindig néznek, hogy mi az a három dolog, amivel kiemelheted magadat a megszokottból, a tömegből. Gondoljatok csak bele, most hozok egy másik példát, számtalan kávézó létezik a világon. Tucat kávézók léteznek a világon. Mi az, amivel mégis egyes kávézók például meg tudják különböztetni magukat, és elkérni akár ugyanazért a presszó kávér, vagy lattért, vagy bármiért magasabb árat, Azért tudják, mert van valami egyedi megkülönböztetésük, ami nem biztos, hogy a termék vagy a szolgáltatás. Lehet, hogy van valami olyan extra benne, amit hozzá tudsz tenni? Esetleg nem várt süti, amit nevezünk, vagy esetleg olyan élmény, amit nem kapnak meg máshol? Például, hogy személyre szabottá teszik neki a kávé élményét, előtte készítik például el. Valamilyen mintát raknak rá a kávéra, vagy valamilyen üzenetet hagynak neki, vagy házhoz szállítják neki frissen melegen, vagy például előre meg tudja rendelni, vagy például olyan kávékülönlegességeket kóstolhat meg, ahol máshol nem érhet el ha belegondolsz, mindannyi, egy tömegtermékből is ki lehet, ugyanabból a kávéból ki lehet hozni ugyanazt a dolgot, hogy ugyanazt az értéket, sokkal magasabb értéket, mint amit gyakorlatilag értékesítesz szak cuccat. De akkor gondoljunk például a könyvelőkre. Számtalan könyvelő van. Oké. Okay, de minden könyvelőnek van akár valamilyen erőssége. Mi az, amilyen cégekkel foglalkozik. Miben van nagyon nagy tapasztalata. Kiknek tud igazán segíteni, milyen vállalkozóknak tud például igazán segíteni, és ő feléjük kommunikál. Őket akarja megfogni, hiszen ott ő a legjobb a piacon. Vagy akár, és itt jön a másik fontos dolog. Mi az a három, egyedi jellemző, ami megkülönböztet téged. Nézd meg akár ezeket, hogy mi az, amivel meg tudod magad különböztetni a piacon. Mert olyan élményben részesíted őt, a kiszolgálás előtt mondjuk, vagy a vásárlás előtt, vagy maga a kiszolgálás alatt és után. Elmondom nektek, hogy például nálunk, amikor webshopon vásárol tőlünk valami, nem csak a könyveket küldjük ki. Van előtte a vásárlás megkönnyítő lehetőségeket biztosítunk, világosan leírjuk. Nem a vásárlás alatt is élmény nyújtunk, összesítünk neki, akár bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, és utána. Amilyen meglepetéseket rakunk a csomagba, milyen extra élményeket csinálunk neki. Hogyan vesszük fel utána a kapcsolatot? Hogyan követjük után? Milyen hasznos anyagot küldünk még neki? Tehát látod, onnantól, hogy megveszi valaki a terméket, nem ér véget a dolog. Ugyanúgy fontos kigondolni, hogy milyen élményben, legendás élményben részesíted őket, ami viszont megkülönböztet majd téged a piacon. És ezek lesznek a legfőbb dolgok, és így tudsz kiemelkedni igazából picit a tömegből, és elkötelezett vevőket szerezni. Igazából tényleg, ha belegondoltok, és az azt hiszem Jeff Walker-nek egy nagyon híres mondása. A konkurenciát gyakorlatilag mindent le tud másolni. Le tudja másolni a termékedet, le tudja másolni a szoftveredet, le tud másolni, ö, nem tudom, bizonyos szintű eljárásokat, amiket lát. De egyetlen egy dolgot nem fog soha tudni lemásolni. A veled és a vevőiddel, vagy akár magával a munkatársaiddal való kapcsolatot, ami a vevőitek között van, az soha nem tudja lemásolni. Azt az élményt, azt a pici extrát, amit te nyújtasz neki. És gondolj bele, hogyha elégedett veleg, és tudja, hogy tőled egy tömegterméket biztosan be tudsz szerezni, és kényelmessé, gyorsabbá, egyszerűbbé teszed, fájdalommentessé teszed az életét, akkor gondolj bele, akkor miért ne akarna tőled tanulni? Miért ne te lennél az, akitől tanulni szeretne, vagy akitől vásárolni akarna a jövőben, mert így hihetetlenül meg tudod könnyíteni igazából magát a bármilyen szintű döntését. Jó? Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és erre érdemes odafigyelni. És nagyon-nagyon szépen köszönjük Ágnesnek a kérdést, mert ez tényleg egy nagyon érdekes kérdés volt. Na de, nézzük akkor meg a következő kérdést, ami Zsolt írt nekünk. Zsoltnak a kérdése úgy szólt, és közben várom itt a kérdéseket majd jó, hiszen ma itt az élő adásban nagyon szívesen megválaszolom nektek, úgyhogy jöhetnek folyamatosan, és várom majd. Zsoltnak a kérdése, hogyan automatizálják egy olyan piacon, ahol alig 1200 fő a célközönség, és online nem vagy nehezen elérhető? Ugye nagyon-nagyon jó a kérdés, hiszen számtalan olyan bizniszt láttunk már, amiben gyakorlatilag azt gondolom, hogy az online nem feltétlenül mindig a legjobb módszer. Egyébként akár például a, a vevőinknek az elérésére, vagy a potenciális érdeklődőinknek az elérésére. E, ilyen esetben, amit egyébként javasolni szoktam, hogy ott is tudtok ugyanúgy automatizálni, ahol nem biztos, hogy az online működik a legjobban, vagy az online elérések működnek a legjobban. Gondolj bele, ha például neked a célközönséged, mondjuk olyan nagyobb cégek vagy vállalatok, ahol mondjuk most tételezik fel, lokálisan akarsz valakit elérni, és el akarsz érni egy termékeddel vagy szolgáltatásoddal valakit lokálisan, akkor miért ne csinálnád meg azt, hogy viszel nekik egy termékmintát, egy kostolot, egy egyedi személyre szabott üzenettel, egy prémium személyes kiszolgálással, hogy meggyőzd őket, még nem is értékesítesz az elején, csak felveszed velük a kapcsolatot, egy váratlan meglepetést okozol nekik. Ahogy mondtam, emlékeztek, a szívalapú marketing egyik legfőbb ereje az a legendás élménynyújtás, és ez az, ami egyik legjobban megkülönböztet minket szívalapú marketinges vállalkozókat a piacon. Tehát érdemes abban gondolkodni, hogy hogyan tudsz például személyesen eljutni az Amint jön egy potenciális érdeklődő a bizniszedbe, mondjuk ebbe az 1200 főbe, hogyan állítod össze a folyamatot számára? Első, egy ajándékcsomag összeállítása. Második lépés, eljuttatni hozzájuk. Ott egy találkozó rövid beszélgetés. Negyedik lépés, felvenni a kapcsolatot, aki használja például ezt az ajándékot. Ötödik lépésként például egy piackutatást kérni tőlük. Hatodik lépésként azt mondod nekik, hogy utána lesz egy második találkozó, amit szervezel velük, vagy jobban megismerhetnek téged. És hetedik lépés például csak az értékesítés, vagy egy egyéb ajándékot azt nekik. Tehát látod, Zsolt? ugyanúgy tudsz több dolgot is beilleszteni, Unkár olyan esetben is, ha online nehezen érhetőek el, akkor használd a fantáziád, és miért ne veszhetnéd fel velük telefonon a kapcsolatot? Miért ne lehetne az első érintés telefonos? És nem értékesítesz a legerein, adhatok -e neked egy meglepetést? Mivel már régóta követlek, és régóta figyelem a tevékenységed, hihetetlen az, amit képviseltek. Nagyon-nagyon büszke vagyok rád, és ahogy a céged, vagy éppen az adott ember ezt képviseli. Viszont szeretnélek ezért meglepni egy olyan ajándékkal, amivel igazából ezen és ezen a területen jobban tudsz fejlődni. Mind össze annyi a teendőt, hogy megadod nekem a postázási címedet, és már küldöm is neked ezt az ajándékot, amit tudsz használni. Nem, nem bonyolult, látjátok, nem ördögtől való a miért tett szükséges megkeresni, hogy miért veszed fel neki, vagy miért fel vele a kapcsolatot, és ne azt nézd meg, hogy rögtön értékesíteni akarsz neki. Nem, nem, először kapcsolatfelvétel. Először te fektetsz be, te adsz neki valamit, hogy ő aztán felét forduljon. Ugye az emberek is, amikor te oda mész valaki, ez nem rögtön mondjuk párkeresésnél csókolózni akarnak egymással, vagy csókolózni akar veled a hölgy, így letámadva, hanem először értéket adsz, először adsz neki valamit, először felkelted az érdeklődését, a figyelmét, és erre építesz ki egy rendszert, ami állhat telefonos érintésből például, állhat egy piackutatásból, amit mondjuk telefonon küldesz neki, vagy postai úton küldesz neki, állhat három csomagból, amit megint postai úton küldesz neki, vagy személyesen viszed be azt a kóstolot, vagy meghívod őt egy rendezvényre, amikor elmész hozzájuk, vagy például csinálsz valami olyan ö, nyílt programot, amit nekik szervezel és Hívod őket, és akár elhozhatják a páruikat is. Tehát nézétek meg, hogy nem mekkora tárház van, nem csak online, mert ugye nagyon-nagyon sokszor, és ezt tapasztaljuk mi is, online marketing trükkökről, praktikákról, nagyon sokat hallani. De ugyanúgy fontos, hogy az offline-ban is hogyan tudsz kitűnni, és te tudsz lenni az, amit más cég nem csinált. Tehát ha belegondolsz, rengeteg olyan akár, akár cég van, akik ugye még ez a házaló kopogtatós dolgot is csinálják, vagy csinálták. Gondolj bele, mert működött, még amikor nem volt internet, abban a korban is működött. Nem feltétlenül ez a legjobb megoldás most, de vannak szofisztikált módszerek, amit például most előbb bemutattam nektek, mivel el tudtok jutni hozzájuk. Tehát ezt nézzétek meg. Legyél picit feltűnő. Tűnj ki picit a többi közül. Ne rögtön értékesíteni akar. Adj először valamilyen értéket figyelmeztesd őket, hívd fel a figyelmedet magadra, nyújts értéket, tanítsd őket, segítsd őket, lehessen kipróbálni, megtapasztalni azt, amit te tudsz, és utána jön el a nagy pillanat, amikor már viszont az értékesítésre fókuszálhatsz. Jó, Zsolt? És ugyanúgy, ezeket te tudod egyébként egy online nyilvántartási rendszerben vezetni, hiszen ott van az adatbázis, és a kollégáid egy, mondjuk egy Customer Relationship Management, egy CRM szoftverben például vezetik, hogy XY-nak kiment az ajándék. XY jelzi a kollégának, hogy például őt hívni kell az adott napon akkor például elküldeni neki postai után a piackutatást, akkor időpontot egyeztetni vele a találkozóra, akkor elmenni hozzá a személyes találkozóra, akkor küldeni neki egy ajánlatot a találkozó után. Tehát így tudsz te is igazából kiszámítható lenni. És a meglévő vevőidet pedig ugyanebben a rendszerben tudod majd kezelni. Jó? Zsolt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük neked a kérdést, és zseniális volt, úgyhogy Mindenképpen várjuk majd a további kérdéseket is, jó? Írjátok meg itt nekem kommentben, itt folyamatosan frissítem és figyelem élőben, hogy milyen kérdések jönnek, jó? Úgyhogy bátran írjátok meg, és várom őket. De akkor nézzük meg a következő kérdésünket, ami érkezett, hiszen ez is egy nagyon-nagyon érdekes téma, amit egyébként Eszter küldött nekünk. Azt mondja, hogy hogyan, milyen módszere lehet a legjobb igényfelmérés készíteni közösségi rendezvényekről. Második. Mivel csábíthatom be az embereket, 18 éven felüli felnőtteket egy internet kávézóba? Ez tehát zseniális a kérdés, és nagyon-nagyon jó, mert egy konkrét célcsoportot fogtál meg. De azt gondolom, hogy gondolom az internet kávézódnak a fő célcsoportja, azok akár olyan 18-35 év közötti fiatal emberek, akik gyakorlatilag valamiért szeretnek internetkávézóba járni. Miért? És itt nézd meg, hogy akik például közösségi helyekre járnak, ők még szeretnek, miért szeretnek közösségi helyekre menni? Mi az, ami például nekik fontos, ha elmennek például egy kávézóba, és ott dolgozni tud. Legyen megfelelő sávszélességű internet. A kiszolgáló személyzet például a hangulata a helynek akár legyen, elszeparálható box. Ne az legyen, hogy hangzavarba vannak például. Akkor meg tudja oldani azt, hogy kényelmesen ott lehet. Folyamatosan biztosítanak számára például meglepetéseket, egyéb dolgokat. Tehát látod, Miért fel az igényüket, hogy akik már most például hozzátok járnak, milyen olyan igényeik vannak, vagy mi az, amit a legjobban szeretnek a tikávézóban? Vagy hogyha egy dolog lenne, amit kiemelne, akkor mi lenne az, amit a legjobban szeret a tikávézóokban, és erre helyezétek utána a kommunikációtokban a hangsúlyt. Tehát látod, nem olyan nehéz kideríteni, hogy mi erre felükben, és akár igazából igényfelmérést tartani rájuk. Akár kérdezd meg őket, hogy milyen területen témában akarnak fejlődni hoppá, amint megkérdezed őket, már is tudod, hogy milyen rendezvényeket alakíts ki, és azt mondod, előre kommunikálod, hogy a ti kávézótokban, a te kávézótban, minden hónapban, minden hónap, nem tudom, utolsó hónap csütörtökén, most mondtam egy általános dolgot, van egy esemény, amire bármikor be tudnak csatlakozni. Csak ültetgesd a fejükben, ültetgesd ezt az időpontot. Gondolj bele, mint ahogy mi nektek is ültetgetjük azt, hogy a marketing nem ördögtől való Facebook live sorozat az minden kedden 15 órakor van, te is ugyanúgy tudod ültetgetni a meglévő érdeklődét fejében, hogy igazából minden hónap első vagy utolsó csütörtökén egy valamilyen témában programokat szerveztek, ami az alábbi struktúra szerint épül fel. A téma más, de az neki egy fix pontot, ahol gyakorlatilag ültetgeted az embereknek, és tudják, hogy a te kávézódban mindig van. És már előre fel tudnak készülni. Meg tudják hívni más ismerőseiket is. Értitek, hogy miért fontos a kiszámíthatóság sokszor a marketingben? Mert így tudják az emberek, azok, akik a rendszeres vevői lesznek, hogy mikor, mire számíthatnak tőled. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez az, ami mindenképpen benne legyen. És az a kérdésed, hogy mivel csábíthatom be az embereket, pont ebből az igényfelmérésből és piackutatásból fog kijönni, és inkább én azt javaslom, hogy az elején nem mindenkire céloz, Célozz meg egy szűk közösséget, akár lokálisan, akik ott vannak a közeledben, rájuk fókuszál, és ott is azon csoportokra, akik mondjuk a te legjobb top két-három vevőcsoportod. Például az egyetemisták, akik ott vannak a környéken, vagy azt mondod, hogy azok az egyéni vállalkozók, vagy fiatal vállalkozók, akiknek saját idejük szabad és fontos, hogy ott legyen. Vagy azt mondod, hogy például neked célcsoportod a freelancerek, azok a megvalósítók, akik más vállalkozóknak dolgoznak, vagy neked célcsoportod lehet például a gyerekes anyukák ebben az internetkávézóban, mert olyan környezetet teszi, mindig a célcsoporthoz azonosítsd az üzenetet, és nekik nyújts, ne az legyen, hogy mindenkinek, mert ha mindenkinek értékesít, ez gyakorlatilag senkinek se. Szűkítsd le, Választ ki azokat a csoportokat, akik neked a lehető legtöbb megtérülést fogják hozni hosszú távon, és akikkel szeretsz dolgozni, és akik szereted, ha ott vannak a te kávézódban. Jó? Úgyhogy Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked is a kérdést, hiszen egy remek dolog volt, és tényleg egy remek kérdés volt. <kül> és hogyha belegondoltok igazából, és tényleg erre akarom picit felhívni a figyelmet, ha megnéztétek, gyakorlatilag beszéltünk most érdeklődő szerzésről, hogy hogyan tudjátok őket elérni. Beszéltünk értékesítésről, milyen ajánlatokkal, hogyan tudod felépíteni azt az ajánlatot, amivel eljutsz hozzá. Vagy ugye megint újravásárlásról beszéltünk, hogy például Eszternek a legutóbbi témája, hogyan tudja elérni azt a kávézójában, hogy újravásárlásra motiválja őket. Akár Eszter csinálhat nekik például olyan törzsvásárlói rendszert, Amivel, ha bejönnek, kapnak valami grátis ajándékot, vagy ha egy hónapban eljön háromszor valami ajándékkal lepítek meg őt, pici apróságok, de ezzel lesznek újra motiváltak. Vagy például a szülinapján meglepitek őt valamivel, és elhívhatja a barátait, és ott tarthatja akár a szülinapját, és még valami meglepetéssel is készültök neki. A szülinaposnak az ebédjét, vagy a kávézását, vagy amit ott tölt, azt tiáljátok, vagy a szülinaposnak és a barátját, vagy hívja meg erre a rendezvényre őket. És ha megnézitek, arra is fókuszálunk, ugyanúgy hogy ezekkel a legendás élményelemekkel, amiről igazából legfőképpen a mai webinárunk szólt, hogyan érd el, hogy ezzel a legendás élményel örömmel tovább ajánljanak téged. Ez az a négy alappillér, ami a pénzcsinálásodat tényleg mozgatja, mert ha minden nap egy picit foglalkozol vele, akkor ezek lesznek azok, amik előre fognak téged vinni. És pontosan ez az egyébként, amiben segítünk titeket több online programokon, élő programunkon is. És pontosan ez az, amire erre a négy alapillére, és hogy ezt te a te személyre szabottan, a bizniszedben hogyan tudod megvalósítani, na erre alakítottunk ki egy egyoldalas marketing tervet, amit segítünk majd, 2019. október 16 és 18 -a között a negyedik, immár a negyedik marketing akadémián kialakítani nektek. Azaz úgy, hogy mit szükséges tenned a folyamatos érdeklődő szerzés területén, az első vásárlása, az újravásárlásra, vagy a hatás területén. Megterveztetjük veled az egész stratégiát, és ott lesz a kézzelfogható stratégiád, amit meg tudsz valósítani. Ez egy óriási segítség, hiszen sokan, ott leragadunk, sajnos, amikor a fehér lap szindrómával küzdünk, hogy oké, okay, halljuk azt, hogy marketing ter, de el se tudjuk képzelni, hogy néz ez ki. És ebből, hogy lesz pénz, de ez az, amiben segítünk nektek. És mindezt 90 napos, negyedéves bontásban, megtervezzük nektek gyakorlatilag a Marketing Akadémián. És ebben segítünk. Teljesen mindegy, hogy neked most napelemes bizniszed van, teljesen mindegy, hogy neked, nem tudom, kutyabútorokat áruló céged van, teljesen mindegy, hogy mondjuk egy diétákat és diétás, mondjuk étkezési online kurzusokat értékesítesz, Teljesen mindegy, hogy karate-oktatásod van, és karate-programokat szervezel. Teljesen mindegy, hogy egy takarító céged van, és vállalkozásoknak segítesz takarítani. Ez lesz a kind alap, És higgyétek el, hogy egy ilyen terv, amire segítünk neked kialakítani, és nem év végén szükséges kialakítani, és úgy belevágnod a következő évbe, hogy nincs egy terved, hogy mit is valósíts meg a következő évben, az egy óriási versenyelőn számodra a piacon lévő akár konkurenciaiddal szemben. Hiszen mi is úgy szoktuk tervezni általában az évünket, hogy mi másfél évre tervezünk előre. Mi minden év nyarán megcsináljuk előre másfél évre a következő kihúzott marketinges tervünket a következő másfél évre. Nektek is ezt a lehetőséget ajánljuk, így már a negyedik alkalommal, és ebben segítünk nektek. Igazából tényleg konkrét stratégiai elemeket fogunk bemutatni, konkrétan élményelemeket emellett, amiket tényleg ez a három nap nem csak a száraz tanulásról fog szólni, hanem, mint látjátok, egy élmény lesz, egy óriási hangulat, külföldi előadóval. Egy olyan vállalkozó fog érkezni most egyenesen Észak-Amerikából, aki már eddig hétszer exitált a cégeiből. Hétszer. És megmutatja, hogy építette fel a cégeit, és milyen lépések vezetnek el addig, hogy tényleg a vállalkozásodnak azokat az alap dolgait kialakítsd, amivel aztán tényleg stabilan tudsz bevételt szerezni, stabilan tudsz érdeklődőket szerezni a bizniszedbe, hogy utána már tényleg a cégen való építésen ilyen fontos dolgozni, és nem a cégedben való értékesítés, vagy a cégedben való tevékenység legyen fontos. De ennek első lépése, hogy kialakítsunk számodra egy komplet marketing tervet, és ez az, amit segítünk neked személyre szabottan Attillával, és mi személyesen a mentorokkal, a teljes csapatunkkal, és gyakorlatilag a külföldi előadóval. Ha belegondoltok, voltatok-e már olyan rendezvényen, ahol nem csak az előadót hallgatjátok, és egyoldalú kommunikáció van, hanem ahol velünk is lehet kommunikálni, lehet kérdezni, oda megyünk hozzátok, segítünk nektek a megvalósítási lépésekben, sőt, még a szünetekben is lehet kérdezni, ha elakadtok. Na ez az, amit mi nyújtunk, és ez teljesen más ebből a szempontból, mert mi élményt szeretnénk adni, mi azt szeretnénk, hogy ti tényleg megvalósítsátok mindazt, amit tanultok tőlünk. Hiszen azt a sikert, a milyenket, azt abban mérik, hogy ti gyakorlatilag mennyi sikert értek el, és ez az, amiről például az elején is beszéltem ugyanúgy. Jó? Úgyhogy ezért érdemes, és ha gondoljátok, akkor a kollégáim bemásolják ide a linket, és hogyha még nem szerezted meg a 2019. október 16-18-ai Marketing Akadémiára a jegyet, én javaslom, hogy most még szerezd be magadnak, még kedvezményesen lehet jelentkezni a programra, és azt gondolom, hogy tényleg ez egy három nap egy olyan investíció számodra. Én csak egy dolgot kérek azoktól, akik ott vannak, és ott lesznek, és ha te is beregisztrálsz, gyara a három napra szabadíts fel magad. Fókuszálj ide teljesen, és tényleg hagyd magad a tervezésnek. Gondolj bele, hogy mikor terveztél utoljára tudatosan, és mindenhez most egy kézzel fogható tervet is kapsz gyakorlatilag, és szakértői segítséget és ha belegondolsz, egy háromnapos teljes nyugalmat biztosítunk neked arra, hogy meglegyen, és persze milyen stratégiákon keresztül fogod ezt megvalósítani. Hiszen bemutatjuk a legjobban működő stratégiákat, a legjobban működő taktikákat, akár időgazdálkodás, érdeklődőszerzés, első vásárlásra ösztönzés, legendás élmény, folyamatos újravásárlás, vagy hatást többszöröző területén. Tehát ez az, amivel készülünk. Úgyhogy ha teheted, akkor gyertek, csatlakozzatok ti is az akadályhoz, ott fogunk találkozni, személyesen is, és tőlem is lehet majd persze kérdezni, és örömmel segítek. Tényleg ez a három nap egy olyan feltöltődés, nem csak a, a, tanulás az az érték, amit kiveszel belőle, de a közösség, hogy nem vagy egyedül, és vállalkozóként ugyanúgy gondolkodnak mások, és ugyanazokkal hasonló problémákkal küzdek, mint te. Ja, lehet beszélni, lehet őszintén kérdezni, Na ez az, amiben óriási ereje van a Marketing Akadémiának és ennek a három napnak. Ja, hát és plusz az a sok-sok meglepetés, amivel még készülünk nektek, ugye, mert mindent nem szeretnék árulni, de higgyétek el, egy élmény lesz a program, és mi is minden évben, évről évre újabb és újabb meglepetésekkel és sóelemekkel, élményekkel készülünk. Na de, fiatalok, végigértünk a kérdéseken, amik jöttek előre, úgyhogy most bátran arra kérlek titeket, hogyha van kérdés esetleg, amit nem tettetek fel, vagy már feltenné régóta, de nem tettett fel, na akkor most itt az alkalom, azért vagyok itt, hogy én is örömmel segítsek nektek, és tényleg leegyszerűsítsük azokat a lépéseket, hogy a marketing nem ördögtől való. Úgyhogy gyertek, bátran írjátok ide nekem a kérdéseket, jó? És akkor mindenképpen megnézem, és akik írnak nekem kérdést, azokra válaszolni is fogok. Azt mondja, hogy itt nézem közbe a kérdéseket, amik jöttek. A, -a, -a. Azt mondja, hogy Pap Zoli írt nekünk egy kérdést, ahogy láttam, hogy hogyan lehet, várjál, csak pont elúszott, hogyan lehet áttörni az érdektelenséget, és fel kell tenni az érdeklődést. Zoli, én téged ismerlek, ha egy picit előnybe vagyok veled kapcsolatban, én azt gondolom, Zoli, hogy mivel te egy olyan bizniszben vagy benne, ami valamilyen szinten oktatod, edukálod az embereket, minden olyan dolog, ami picit kitűnik a megszokottól, és akár bevetsz olyan lehetőségeket, amivel közvetlenül tudnak te tőled is például kérdezni, amiben akár a kifogásokat vagy a kérdéseiket meg tudod válaszolni. Nyíltan akár csinálsz valami olyan dolgot, amivel tényleg megismerteded velük azt a módszertant, amit képviselsz. Bemutatsz akár esettanulmányokat, akik ezt alkalmazzák a gyakorlatban, ők hogyan valósították meg. Hozol akár gyakorlatilag olyan kérdéseket, amivel válaszra ösztönzöd őket. Akár megkérdezed azokat, akik nem válaszoltak valamilyen piackutatási dolgodra, hogy mi volt az azok, amiért nem válaszoltak. Vagy egyáltalán, hogy érdeklődnek -e a témája. Mi az ő legnagyobb kihívásuk? Mi az, amikor legutoljára például ezt és ezt csinálták? Vond be őket. Egy kétirányú interakció, ez minden szempontból fontos. Mindenképpen fontos, hogy bevond őket, amikor például értékesítesz nekik valamit, vagy edukálod őket. Ne csak egy oldalú legyen a kommunikáció, inkább te is csinálj olyan dolgokat, élő bejelentkezéseket, csinálj akár például, hogy kiküldesz kérdéseket. Minden egyes leveletbe például beleteszel valamilyen típusú kérdést, amivel megint mozgatod őket, hogy válaszoljanak neked. Egy kérdőjelet hagysz ott. Nyitottá hagyod a történetet. Vagy például mondjuk félbevágod el a sztorit. Gondolj bele egy Zoli, egy jó mondjuk sorozatba, vagy egy jó krimibe például, vagy egy jó könyvbe, amit ha olvasol, az egyes fejezetek, minden egyes fejezet végén egy nyitott kérdés van. Gondold végig, hogy te hogy tudod úgy a hasznos tartalmi anyagaidat például felépíteni egy ilyen esetben, mint most, amiben benne vagy egy kampányban, hogy nyitottan hagysz bizonyos kérdéseket, amikor edukálod őket. És hogy mikor jön a válasz? Ezen a napon ekkor fog jönni a válasz, és már is nagyobb lesz az érdeklődés. Vagy kérdőket, ahogy mondtam neked, hogy válaszoljanak neked. Minél több interakcióra bírd őket. Minél több olyan felület legyen, ahol kérdezhetnek tőled, ahol be tudod őket vonni. Vagy csinálj valami olyan meghökkentő dolgot, akár az ajánlatodba, akár tanításba, amit még senki nem csinált előtte. Mutasd be tanulmányokat, akár a te példádon keresztül, vagy másokon keresztül, akik ezt már átélték. Kommunikálj előtt. tehát számtalan olyan megkülönböztető dolog van, amiből az érdektelenségből ki tudsz tényleg jönni picit. Ez lehet egyébként egy tárgymező is például, ha levelet küldesz ki. Egy olyan meghökkentő tárgymező, ami sokat elmond. Vagy például adsz nekik valami olyan ajánlatot, amire azt mondják, hogy egyszerűen nem tudnak már mit csinálni vele. Vagy egyszerűen tényleg csak annyit csinálsz, még mellette Zoli, hogy folyamatosan igazából ott leszel előttük, és rendszeresen kommunikálsz feléjük, mert ezzel tudod őket kizökkenteni az érdek érdektelenségből, és ha visszakérdezel, és ha kérdezel tőlük, hogy mi az az ok, amiért nem válszoltak neked, mi az az ok, amiért például nem vásároltak tőled. Milyen olyan kérdése van, ami nem tiszta számára. Mi az, ami nem világos számára. Adjanak neked őszinte visszajelzést. Ha őszintén megnyírunk vállalkozóként a célközönségünk felé, ők ugyanúgy őszinte választ fognak nekünk adni. Higgyétek el, ne férjetek segítséget kérni. Ne férjetek kérdezni a meglévő érdeklődőitektől, vevőiktől. Legyen ez egy őszinte vallomás higgyétek el, hogy ezekre a típusú dolgokra jönnek a legtöbb és a legjobb interakciók, mert őszintén válaszolnak nekünk. Őszintén elmondják az emberek a véleményüket, és nekünk erre van szükségünk, mert így tudjuk továbbfejleszteni a tartalmi anyagainkat, és így tudjuk továbbfejleszteni a későbbi ajánlatainkat, vagy a termékeinket, vagy a szolgáltatásainkat. Jó? Úgyhogy Zoli, hajrá neked, és mindenképpen vond be őket, kérdezd őket, akár biztosíts egy felületet nekik, akár csinálj egy hosszabb ilyen élő kérdez feleket. Ami kérde, jönni fognak az emberek, jönni fognak. Ne csak 5-10 ember jön, de abból az 5-10 emberből, akiket meggyőzöl, akikkel tudsz beszélgetni. Mert ők viszont lehet, hogy később még elkötelezettebb nevői lesznek majd. Jó? Zoli. Úgyhogy hajrá neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a kérdést, és kíváncsian várjuk majd a, a fejleményeket. Na, hát fiatalok, úgy látom, de még érkezett, egy kérdés, ezt felolvasom akkor ugyanúgy. Azt mondja, egy Gyarmati Miklós írta éppen. Szia Miklós egyébként. Pető Bencevel történt konzultációm, ráébresztett arra, hogy a nagyvállalati együttműködés mellett érdemes lenne a mikro és KKV felé is elindulni. Na ez az elindulás megy borzasztó nehezen. Videók, esettalmiák, stb. Hogyan kezdjek neki? Ez egy nagy falat, tudom, de kicsit Béni tólag hat rám a helyzet. Nem tudom, hogyan induljak el, tudsz ebben segíteni, egy kicsit ötletekkel, köszönöm. Szerintem Miklós szia. Szerintem te már mindent tudsz, amiket nagyon-nagyon sok dolgot megtanítottunk neked. Tényleg hihetetlenül egyszerű is, de ezt most nem mondok neked semmi extra, sok ötletet. Zolinak ötleteltem, egy pár dolgot, mert tudom, hogy most élőben van benn valamiben, és minél több ötletet próbáltam neki adni. De a te esetedben, Miklós. A vállalkozói létünknek az egyik bocsánat, halála az, hogyha túl gondoljuk és tökéletesíteni akarjuk a dolgokat. Semmi ilyet ne csinálj. Gondold végig, egy, mi lehet az a brand vagy név, amivel elindulhatsz a KKV-k mondjuk célcsoport felé. De lehet ez gyarmati Miklós a pont, 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 amiben segít. Meg is van, kész. Második lépés, tudod, hogy miben van tapasztalatod, és hogy milyen téma érdekli őket. Ha megkérdezed akár az imádok vállalkozni közösségbe, hogy ezzel foglalkozom, milyen kihívásai nehézségei vannak, vagy akár a marketing megvalósító klubban, hogy milyen témákban szeretnének tanulni, fejlődni. Szuper, megvan egy piackutatás, három, kezdj el belőle videós vagy írásos tartalmi anyagokat csinálni, és publikáld akár a saját csatornáidon keresztül, és ennyi. Blogon keresztül akár, Facebookon, ne bonyolíts még túl a dolgot, egyelőre indulj el, kezd el, ahogy mondtam a legelején, ha emlékeztek, a témánál, hogy hogyan tudjuk a bizalmat elnyerni, először adsz, először értéket adsz, először edukálsz, először bemutatod nekik, hogy mi az, amire képes vagy, mi az, amiben tudsz segíteni, milyen értéket tudsz nyújtani, és majd a következő lépés lesz az, amikor te megtervezed azt, hogy mik lesznek rá az ajánlatok, miket fogsz ajánlatként adni, hogyan fogod ezt nyilvánossá tenni, mi lesz az első értékesítésed, hogy mit fogsz nekik nyújtani, szolgáltatni, érted? nem érdemes túl bonyolítani. Persze tudnék még azért oda, hogy számtalan más ötletet is, amivel elindulhatnál. Challenge-től kezdve, videósorozaton át, könyvkiadáson át, számtalan más dologgal elindulhatsz, de most ne, fókuszálj egy dologra, amit rendszeresen tudsz tartani. Heti egy tartalom mindig elérhetővé tétele, és publikálása a legfőbb csatornáidra jó? Ezzel indulj el, és kezd el a közösséged építeni. Von be te is őket, ahogy Zolinak mondtam. Akár kérdezd tőlük, akár kérdezz meg menet közben is, hogy milyen témák érdekelnek. Vagy mi az, amit éppen csináltak, mire a legbüszkébbek az adott témában. Mi volt a legutolsó, amit ezzel és ezzel csinált? És akár rossz meg kulisszatitkokat a te életedből is, hogy közelebb kerüljenek hozzá. Jó? Azt javaslom, Miklós, hogy ezzel kezd mindenképpen, és semmiképpen se a túlbonyolítás válasz, mert az megöli egyszerűen a cselekvésünket, ha minél több dolgot akarunk megvalósítani. Jó, egyszerűsíteni. Egyszerűsíteni, és ha már valami működik, akkor még jobban ki tudod majd terjeszteni, tehát gyakorlatilag aztán újabb csatornákkal kezd el bővíteni majd a, a programjaidat, vagy a szolgáltatásaidat, vagy a termékedet. Jó, Miklós, úgyhogy hajrá neked, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. Na, fiatalok, ahogy látom, igazából azt mondja, hogy több kérdés nem érkezett, úgyhogy szerintem én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a mai kis aktív részvételt ezen a mai élő bejelentkezésünk, a marketing nem ördögtől való újabb bejelentkezésünk, ez volt a tizedik adás. Jövő héten, most az elmúlt alkalma én voltam kétszer, de most visszatér Attila, úgyhogy írjátok be a naptárba már most, szeptember 17-én, kedden 15 órakor, Attila vár majd titeket az újabb marketing nem ördögtől való Facebook live-unkon. Jó, úgyhogy gyertek, már gondolom nagyon hiányoltátok, úgyhogy aki esetleg őt hiányolta, ez mindenképpen e, várhatja Attilát, mert jövő héten, kedden már ő fog érkezni, 15 órakor. Remélem megérte itt lenni. Jó volt? Megérte itt lenni ezen a mai kis programon? Remélem megérte, írjátok itt meg nekem, és tényleg jövő héten is azon lesz a legtöbb fókusz, hogy tényleg segítsünk nektek olyan kérdésekkel, taktikai elemekkel és stratégiákkal, amik a hatékonyabbá teszik a vevőszerzéseteket, stabilabb vállalkozói bevételt és növegő profitot tudnak nektek eredményezni. Ezt egy működő rendszerbe, erre folyamatot mutatunk be, mint például a mostaniakban és az elmúlt programokon is, és hogy konkrétan miket tegyetek ezekhez, milyen lépések szükségesek, Munkár küldhetitek nekünk előre is a kérdéseket, azokra is nagyon-nagyon szívesen válaszolunk, de majd itt élőben is feltehetitek nekünk ugyanúgy, és ne felejtsétek, írjátok be a naptárba szeptember 23-án, 10 órakor, pedig egy nagyon jó kis webinárral készül Attila, ami pedig a vállalkozóknak az egyik fő sarokpontja és frusztrációja, az maga ugye az árverseny és az áremelés témaköre, amivel számtalan példát hoz, hogy például, ha valakinek vannak már meglévő, hogy hogyan tud hatékonyan árat emelni, úgy, hogy minimálisan veszítsen vevőket, hogyan prezentáld az ajánlatodat, hogyan tudod a tömegből, amiről ma is beszéltünk, kihúzni a te terméket, szolgáltatásodat, és magasabb áron értékesíteni például. de ilyen és ehhez hasonló példákat és tanulmányokat fogunk hozni, úgyhogy mindenképpen várunk majd titeket szeptember 23-án 10 órakor is, ismételten, addig is legyen csodás délutánatok, és csodás hetetek, és hogyha bármilyen kérdésetek merül fel, akkor pedig örömmel válaszolunk majd nektek, írjátok meg akár az ügyfélszolgáltunknak, és ne felejtjétek, hogy jövő héten, szeptember 17-én, kedden 15 órakor ismételten jelentkezünk. Úgyhogy én is nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, legyen csodás délutánok. hamarosan találkozunk, sziasztok!